Tamási Áron, karácsonyi pásztorocskák. A szabad tűzhelyen, a betlehemi majorban hajladozik a tűz aranylángja. Csodapásztorok melegednek a tűznél, melyek a fénye átvilágít az időn, és emlékezni serkent engemet is. 13 éves voltam, s vezére a zsenge pásztoroknak. Ezek a zsengepásztorok mind korombéli fiúk voltak, akiket gondosan megválogatva vettünk fel a nyájba. Amikor a kör bezárult, kiosztottuk a szerepeket. Elsőnek vezért választottunk, aki majdan karácsony este a belső beköszöntőt is mondani fogja, mindam a leányos házaknál, ahova behatolunk. Aztán választottunk külső beköszöntőt, aki az ajtón kívül fog szólni, és hát meg is küzd azzal a másik nyájjal, amelyiket ott találnánk esetleg a háznál. Utána kijelöltük a tűzmestert, aki vezényli az üdvözlő puffantásokat, majd megválasztottuk az énekvivőt és a mókamestert, nem különben a nagymondót, aki mindent le fog torkolni, szükség esetén még lódítva is égtelenül. És aztán tanulni kezdtünk. Így készültünk a szent hadjáratra, a karácsonyi kántálásra, s vártuk a napot és tele lélekkel az estét, amikor aranyfénnyel felragyog a betlehemi csillag. S végre a föld örömet kiáltott az égre, az ég örömet kiáltott a földre. Karácsony este lett. Az áradó örömben úgy ringott a völgyben a falu, mint a békesség tava. S a tóban egybegyűlt a 12 zsenge pásztor, mint 12 aranyhal. Elindultunk kövér örömmel, s miközben úsztunk a patyolat estében, felzengett szívünkből az ének. Szállott az ének, és zengedezve hirdette, hogy a betlehemi hírmadára mi falunkba is hullatott egy toldot. Hullatott egy tollut a kicsi nép ismeretlen falujába, s öröm nyugodott azon, ami hult, és piros megemlékezés a szegények felől. Így énekeltünk, s haladtunk lassan a falu között, a fehér holdvilágon. S miközben haladtunk, imitt és amott is felzengett az örömnóta, s úgy világított valahány ének az éjszakában, mint a pásztor tűz lobogása. A falu is megbojdult egészen. Megbojdult, mert a reménység öröme szállotta meg az embereket, s kisöpörte szívükből az esztendő gondjait. Csak éneket teremtett a száj, vagy jó szót. A vérből sem hullott indulat azon az este, hanem megnyugodva csörgedezett a vér. Akár Betlehemben a patak, minek a vizéből szeríden ittak a csordapásztorok gazdátlan juhai. A házak tetején hó világított, bent a szobákban pedig szeríden a lámpa. És amikor valahonnét, úszva a holdvilágon felhangzott az ének, leányocskák fürkésztek az ablakon át, s úgy várták madaras szívvel a zengő sereget. Megálltunk egy ház előtt, mely első volt a tervezetben. Lázár gazda lakott a házban, s volt neki egy lánya is, aki két bimbót a rózsabokorról már leszakított. Hát azon a kapun, örömhír ének szóva bátran bevonultunk, s még fent az ereszben is, az ajtó előtt énekeltünk egyet. Amikor ezt sikeresen elfújtuk, hagytunk módosan egy kevés csendet, majd felcsendült a külső beköszöntő hangja, mondván a megkívánt harsány hangon. Örülj és örvendezz, nemes házigazda, kigyúlt a világnak Betlehem csillaga. Örülj és örvendezz, kedves háznak népe, hogy ide vezérelt a csillagnak fénye. A csillag fénye szerencsés csendbe merült. Vagyis bent a szobában nem volt egy másik nyáj, amelyik belülről valami elmés kérdéssel rögtön megtámadott volna. Így aztán csak Lázár gazda szólt ki nekünk ünnepélyesen, mondván. Jónál jobb hírt hoztok, halljuk valahányan. Gyertek azért beljebb, akármilyen bátran.
s a szó végére meg is nyitotta nekünk az ajtót. S mi pedig egyenes célna sorokban, mint a vadlibácskák, bevonultunk az ünnepi szobába. Nekem, mint belső beköszöntőnek, a sor fejénél kellett állnom, s állottam is mély szívesen. Katonás léptekkel előre vezettem a sort, úgy annyira, hogy a sorvégi pásztorocska az ajtón belül még helyet vehessen. Akkor megvártam, hogy a léniát, ha valami hiba lenne benne, gyorsan kiigazítsák. S majd egy negyed fordulattal, egyszerre is valahányan, frontot vettünk, pattanva a ház gazdája felé, ki a feleségével és a leányocskával ott állott, várakozva az asztal mellett. És abban a percben, amint a csizmácskánk szára megcsattant a fordulatban, jobb kézzel és egyetlen villanó mozdulattal levettük fejünkről a kucsmát, és én pedig hangzatosan megszólaltam, mondván: ahol a nap felkél, Amatájról jöttünk. Hírmondás kedvéért nagy utakat tettünk, mert szólott egy csillag éppen felkelőben, hogy gyorsan induljunk évféli időben. Napkelet országból így el is indultunk, s ezen kedves házba hozott el az utunk. Dicséretét zengjük Júda nemzetének, mert kinyílt virág a Dávid veszélyének. Származásunk felől sem hagyunk kétségben, vagyis bajban nőttünk, s tartós szegénységben. S kik a juhnyáj után vénen vámszorognak, fiai vagyunk mi csodapásztoroknak. De hát ez voltunkat az Úr nem tekinti, hanem angyalával nékünk megjelenti, hogy földre lejőve világ megváltója, kinek a mi nyájunk igaz szószólója. Amen. S erre az ámenre, de abban a pillantásban puskaporos pisztolyával a lábszára mellett, a pádimentum felé, oly nagyot puffantott a tűzmester, hogy a lámpában a láng és a pironkodó kislány megriadt egyaránt. Mi pedig harsanva mondtuk a lövésre: szent jó estét kívánunk! Ezzel aztán a szertartás madara el is szállt. A sor megbomlott, mosolyra derültek a szemek, és örömre az arcok. Széves szóval a gazda is bíztatni kezdett minket, hogy vegyük közre az asztalt, s üljünk le. Köszönkedtük a széves szót, s mint nagyra becsült férfiak, ki a megillető helyre le is ült. A kislány pedig, mint nyíló házi asszony, kolbászt hozott az asztalra, s egy cserépfazékban tölt káposztát. A kolbász még cserszegett a forró zsírban, s rotyogott majdnem a káposzta is. Szokás szerint, s hogy az étel kis csillapodjék még valamicskét, a gazda szilvapálinkát töltött, s a kisdedi Jézusra köszöntötte, aki éppen akkor nagyon fázódott a barmok között. Aztán enni kezdtünk. S evés közben egyre jobban megerett a szó, mely a betlehemi pusztáról lassanként hazarepült, s kezdett megtelni derűvel. Vagyis az ideje megjött a játéknak, melyet előre megbeszéltünk. Ránéztem hát a mókamesterre, s így szóltam: messze van még az idő, amikor szakálla lesz. Kinek? Kérdezte a kislány. Aki ma született, annak, feleltem. Tudván, hogy a kisdedről beszélek, pírba borult a kislány arcacskája. Mi kedvesen nevettünk a rózsaszínű zűrzavaron, a mókamester pedig színre lépett, s így szólt: hát én megelőztem az időt, hallják-e? No, s az hogy történt? Kérdezte a gazda. A mókamester helyzetet vett, s kanyarítani kezdte a történetet, mondván: hol van az a harcsafűrész telegény? Kérdi apám a tegnap előtt reggel. A helyén van, mondom neki, mire apám szól ismét. Hát, ha a helyén van, akkor kondorítsd össze, mert megyünk, s levágjuk azt a nagy fát a csorgónál. Itt megereszkedett egy kicsit a szóval, s folytatta: hát mi el is mentünk, s egy óra alatt megérkeztünk abban az irgalmatlan nagy hóban. Megkerültük a nagy fát, s a töviről széjjel pallottuk azt a rengeteg havat. Aztán térdre ereszkedtünk, s neki a fűrészt a fának. S oly lelkünkből húztuk, hogy a fa ágain reszketett a hó. No de,
Haladtunk is dicséretesen, mert egy fél óra múlva, mint egy recsegő zuhatag, földre döndült a fa. S a döndülés után, ahogy a verejtéket le akarnám vala törölni a homlokomról, hát oda pillantottam a fa csonka törzsökére, de fel is akadt rögtön a szemem, mert a fa törzsök fehér lapján nem semmit láttam, hanem az elszomorodott Jézus szakállas fejét. Jaj, igazán? Mondta a kislány, mire a mókamester még bizonykodott is mondván. A béka a hitetlenek nyelvére rakja a tojásait, ha nem így volt. És éppen tettük volna, hogy tünedezünk a nagy csodán, de akkor megszólalt a nagy mondó, és tiszte szerint így szólt. A semmi hallják-e, hanem János keresztapám. A múlt héten egy vaddisznót lőtt jó nagy vadkocát. Otthon neki is állott mindjárt, hogy felhasítja. S ahogy ott előttünk éppen felvágja vala a hasát, hát a hasadékból két vadmalac szökött elő. Jaj, csak ugyan, mondta ismét a kislány. Bizony, fűzte tovább a nagymondó. De keresztapámnak is volt esze bezzeg, mert hogy megjegyezze azt a két vadmalacot, a fülét mindjárt béhasította mind a kettőnek, és aztán elcsapta őket az erdőre, hogy majd jövőre meglője őket, mint kézdisznókat, s jogos tulajdonait. Habe jogos volt, ámult a kislány. Okos, okos, nézett a kislányra a mókamester. De aki elbeszélte, az sem ingyen tette, mert igen, nézi a maga fülét. Megrepent rögtön a kislány, s a két tenyerével letakarta mindjárt a két fülét, s a két szeme pedig fényben röbdösött, mint két cseppecske madár. Mosolyogtunk is rajta, de szerettük is. S kedvelt ő is minket, úgy emlékszem, mert elmenőben virágot tűzött a sapkáinkra. És mi azokban a virágos kucsmákban rázendítettünk egy új énekre. És a patyolat estében, zengedezve haladván egy másik lányos ház felé, ragyogott nyilván a mi szemünk is, mint a betlehemi csillag.